Egy, kettő, három, négy. A matematika is egy szerethető tantárgy. Ezt hivatott bizonyítani a bűvös matematika elnevezésű tehetséggondozó program, ahol a nagycsoportos óvodások logikai gondolkodását és figyelmét fejlesztik játékosan, mozgás segítségével. A gyerekek figyelmét elveszik a mostani divatos okoseszközök, telefonok, tabletek. Én azt javaslom a szülőknek, hogy használjanak fel minden otthon, néha már szemetesbe szánt dolgokat, kupakokat, különböző apró tárgyakat arra, hogy a gyermek matematikai készségét tudják fejleszteni, számolgassanak együtt. Országos jelleggel idén április 17-e és 24-e között rendezik meg a pedagógiai szakszolgálatok hetét, amelyhez a Kazincbarcikai Tagintézmény is csatlakozott. A rendezvény sorozat ötlete 2018-ban indult útjára Fejér megyéből. Hogyha szóba kerül a nevünk, akkor tanástalanság, bizonytalanság vélhető felfedezni az érdeklődők arcán. Úgyhogy ez volt az egésznek a célja, hogy hozzuk kicsit közelebb a lakossághoz, az érdeklődőkhez a szakszolgálatokat, és mutassuk meg magunkat, hogy mely szakterületekkel foglalkozunk, milyen feladatokat látunk el, kik vagyunk, hol vagyunk, és hogy milyen esetekben fordulhatnak hozzánk az érdeklődők. A pedagógiai szakszolgálatok különböző szakszolgálati feladatokat látnak el, a logopédiától kezdve a gyógytestnevelésen át, a nevelési tanácsadáson és a korai fejlesztésen keresztül a tehetséggondozásig. A nyílt héten nem csak a szakembereket, hanem a szülőket is szívesen látják, így ők is első kézből ismerhetik meg, milyen munka is folyik ezekben az intézményekben. Juhászné Ritó Dóra kisfiát kísérte el. Ő most nagycsoportos, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a foglalkozásokon hogyan tud dolgozni, és hogy milyen ügyesen teljesít, mert ugye mivel nagycsoportos és első osztályban megy, ezért ez nagyon fontos, és az iskola, ahová szeretnénk beiratni, ott matematikai szakirány lenne a cél. A szakemberek komplex pedagógiai szűrővizsgálatokat végeznek az óvodákban, kiegészítve tehetségszűrésre is alkalmas feladatokkal, amely a matematikán kívül az anyanyelv és a vizuális területekre fókuszál. Az építőkúti intézményben egy héten egyszer közösen alkotnak a gyerekek gyógypedagógus irányításával, így fejlesztve kézügyességüket és kreativitásukat. Szoktam rajzolni, szeretek is, meg ragasztani, hát vágni. Készülnek a bárányok, a gyerekek nagy igyekezettel készítik a kreppapír galacsinokat, amelyek az állat bundájaként szolgálnak majd. Adok nektek ilyen kreppapírokat, és akkor ezeket ugyanokat építkezitek. A foglalkozáson különböző technikákat sajátíthatnak el a résztvevők, miközben kötetlenül beszélgetnek. Hasonlít valamennyire a rajzórára, a technikaórára, vagy egy rajzszakkörre. Itt az, hogy milyen eszközöket tudunk felhasználni, ez valamilyen mértékben ugye bekorlátozza a helyszín és az időtartam, de az ő képességeiknek megfelelően, tehát az ő szintjüknek megfelelő feladatokat kapnak, ugye, hogy sikerélményeik legyenek, és hogy jól érezzék magukat, elsősorban ez a cél. A változatos programok tovább folytatódnak. A részletek megtalálhatóak a Megyei Szakszolgálat Facebook oldalán.